kerületvezetés az inkompetens, mi volt árult egy tanúbizonyságot, nem voltak képesek felvállalni se egy igen, se egy nem választ, hanem egész egyszerűen tartózkodás mellett elodázták az egész kérdést. Hát amiért kezdetektől fogva harcolunk, hogy a jogegyenlőség megszülessen, tehát hogy ránk is ugyanazok a szabályok vonatkozzanak, mint a körút túloldalán élőkre, vagyis hogy évféltől legyen csendrendelet. Mi szeretnénk elérni azt, hogy a Buli negyed ne felszámolásra kerüljön. Soha nem ez volt a célunk, hogy a Buli negyed megszűnjön, hanem hogy kialakítsunk olyan együttélési szabályokat, hogy mindenkinek jó legyen. Nagy tisztelettel köszöntöm, hogy jelen képviselő vagyok a tudatot, vendégeinket. Erzsébet a önkormányzat a képviselőtestületének 2017. október 3-ai rendkívüli ülését megnyitom. Belső Erzsébet a turizmusával és vendéglátó helyével összefüggő kérdések megnyitatása tárgyában a napi rendítőjét megnyitom. Azt gondolom, hy Belső Erzsébet városban jelenleg vészhelyzet van. Az itt élők alkotmányos alapjogukat, az egészséges környezethez való jogot, a pihenéshez való jogukat nem gyakorolhatják, ez súlyosan sérül. Az állam magára hagyta az erzsébetvárosiakat, miközben a turizmuson keresztül nagyon komoly bevételre tesz szert, ennek csak töredékét osztja vissza a kerületnek. A fideszes kerületvezetés is magára hagyta az itt élőket, tétlenül nézi évek óta, hogy milyen állapotok alakulnak ki. Madar a tolláról, ember barátjáról hangzik a mondás. Azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy kerületek problémáiról, kerületvezetés pedig probléma megoldó képességeiről lehet megismerni. 7 éve vezetik önök ezt a kerületet. Frakciótársam számtalan kezdeményezéssel, számtalan lakossági panasz, szégyenletesen berekeztett tavalyi novemberi közmeghallgatás, több szórakozóhely pozitív kezdeményezése sem volt elég, hogy komolyan vegyék mindazt, ami Belső Erzsébetvárosban zajlik napolnapra. Ehhez néhány lakó és egy Facebook csoport kellett, tüntetések, szervezkedés. Jöhető Erzsébetváros, Gémémetániel, vendéglátósok és a civil szervezetek Erzsébetvárosi Szövetsége, akik a képviselői itt vannak-e? Tehát az élhetőnek igen itt vannak. Gémémetániel, igen itt van. Vendéglátósok, tudom, van olyan, aki hozzászól. Nem akarnak. Igen, de vendéglátósoknak külön nincsen hozzászóló. A Erzsébetvárosi Civil Szervezetek Szövetségétől van valaki? Nincs. Akkor ez a két hozzászólónk van? Jó, rendben. Akkor megkérdezem a képviselő testületet, ezt én maximálisan támogatom. Ugyanak a két hozzászólónak adjuk hozzászólási lehetőséget, kérem a képviselő testületet, amiben ez a javaslattal egyetért a képviselőtestületben. Azt gondolom, hogy amikor alapjogok sérülése áll szemben a profittal, akkor nincsen de. Továbbá szeretném azt is elmondani, hogy sajnálom, hogy sokak szerint mi a radikális vonalat képviseljük a 24 órával, ugyanakkor örülök, hogy Budapest minden kerülete ilyen radikális, mint mi, mert mindenhol 24 óra zárva. Körbeadom a képviselőknek egy kis laza 30 oldalas angol nyelvű tanulmányt, egészségügyi tanulmány arról, hogy milyen következményei vannak annak, hogyha egy ember ilyen körülmények között tud élni. Véletlenül egy tájé tévedésre kezdenek, a többi kerületben nincs egy szállás Budapestet, tehát te mehetsz nagyon sok kerületben, nagyon sok helyre étlő után szórakozni, vagy úgy érezni meg, bocsánat, nem leszel, köszönöm. És hogy budapesti született gyerek vagyok, a római parton nőttem föl a belvárosba, azért költöztem vissza Új-Zéland, Ausztrália, Chile és Brazíliába való kérésem miatt, de Budapest egy rendkívül jó hely, ahol lehet közösségért élni és szórakozni a barátainkkal, kikapcsolódni, kultúrás eseményeken részt venni. És hogyha ez most megszűnik, akkor nem csak azt a 10 000 állást veszítjük el, amelyek kerületben jelenleg találó egyetemistáknak és fiataloknak a lehetőséget arra, hogy elkezdjék az életet, hanem annak a 200 000 fiatalnak is a szórakozási lehetőségét, akikből egy én vagyok, és igazi lokál patrióta vagyok, ezt teljességgel vállalom. De szerintem ez egy olyan kérdés, amiben nem lehet úgy jó döntést hozni, ahogy most az átról dél napirendek ezt kavarják. Népszavazást kell kiírni, mert ez kerület, ez egyrészt minden kerületi lakosnak, aki a beleszólni abba, hogy ez hogy fog alakulni.
mert pedig összbudapesti ügy, ahol a fiatalságnak jól kell reprezentálni magát. A képviselőtestület döntött arról, hogy népszavazásra viszi a dolgot. Van népszavazási kezdeményezés a Fidesz 7 frakció tagjának, tehát ez vár ránk, de népszavazás az lesz egészen biztosan, hiszen úgy döntöttük, hogy legyen